Kultúrösvény következő adásában ellátogatunk az Ungvári Nemzeti Egyetemre egy hamisítatlan diákfesztiválra. Majd együtt ünnepelünk a 10 éves Csüllő Néptánc Együttessel. Részt veszünk a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség által szervezett Cserkésznapon, és a nagy sikerű Margaret Island zenekar első beregszászi fellépésén. A műsor záró részében bemutatjuk, hogyan ünnepeltek a családok a KMKSZ által Szernyén megrendezett gyermeknapon. Fergeteges hangulatú fesztiválnappal indult a diákhét az Ungvári Nemzeti Egyetemen. A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatalkutatók Szövetsége idén 5. alkalommal szervezte meg az év legnagyobb volumenű rendezvényét, a Diáknapokat. A programsorozat remek találkozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosított a Kárpátalján tanuló magyar és külföldi hallgatók számára. Ez nem csak egy diákhét, hanem ez a barátságok hete, ami azt jelenti, hogy egy nemzetközi fesztiválnapot szervezünk sportnapokkal együtt, és ilyenkor nem csak a magyar és ukrán hallgatók találkoznak, hanem a külföldi hallgatók is jelen vannak, és megmutatják kulináris ételeinek a titkait. Az egyetemen ilyenkor van modulidőszak, ugye záthelyi dolgozatok, egyeseknek vizsgaidőszak, és szükségük van arra, hogy egy kicsit ugye kiruccanjanak a komfortzónájukból, és elengedjék magukat. Egy hétköznapi egyetemistának fontos az, hogy részt vegyen egy ilyen diákfesztiválon, hiszen ez egyben egyetemi éveinek a legszínesebb programja. Már kora délutántól nagy volt a sürgésforgás az egyetem előtti téren. 12 csapat nevezett be a bográcsfőző versenyre, ahol mindenki bemutathatta kulináris tudását. Természetesen a titkos hozzávalók sem maradhattak ki a különleges, szabad tűzön készült ételekből. Mi készül itt? Hát itt egy igazi magyar bogrács készül az összes ember számára. Mi került a bográcsba? Hát az ilyen nemzeti magyar specialitások, gulyáskrém, paprika, bors, szalona, stb. Ami a bográcsba kell, az kerül bele. Ezt a főzőcsapatot kik alkotják, kik a tagjai? Ez a KMDFKS tagjai. Mi csináljuk ezt a bográcsot, együtt mindenki belesegít, és szerintem nagyon jó dolog, mivel a csapat így összetart, és együtt főzzük. Közben a színpadon egymást követték a fellépők, igazi fesztivál hangulatot varázsolva az egyetem előtti térre. A fesztivál programok mellett a diákok megismerkedhettek a tradicionális magyar harcművészet, a baranta alapjaival is. Egy nagyon egyszerű kis programot hoztunk, szabadvívással készültünk, pufiszabjákat és fából készült faszabjákat hoztam, ezeket lehetett kipróbálni. És jöttek is szép számmal itt a megnyitó elején, magyarok, ukránok, indiaiak, és egy ilyen nemzetközi kis hufiszabjás vívás volt. Nagyon egyszerű ezt a kis játékot megtanulni, ez egy egyszerű kis vívás, el kell érni egymás kezét, lábát, és vigyázni, hogy ne üssünk nagyot, hogy ne legyen sérülés. Ezt mindenki gyorsan megérti, és nagyon gyorsan bele lehet rázódni. Két fordulóból áll, van 10 darab általános intelligencia kérdésünk, 5 komplexebb, amelyre saját magatoknak kell kidolgozni, tehát ti írtok rá választ. A diákhét záró részeként műveltségi vetélkedőn próbálhatták ki magukat a bátor jelentkezők. A kvízest nagy sikert aratott a fiatalok körében, akiken nem fogtak ki a beugratós kérdések sem. Minden éven 5 darab 5 fős csapatnak a jelentkezését várjuk, őket tudjuk fogadni, és neki készítünk kérdéseket általános műveltség témakörben. Ez magába foglal tesztkérdéseket, kidolgozós kérdéseket, anagrammákat, képrejtvényeket, illetve híres embereknek a portréit, és igaz-hamis kérdéseket is.
A diák szervezet által kínált színvonalas rendezvényeknek kiemelt szerepük van a fiatalok szülőföldön való megmaradásában. A kulturális és sportprogramok által olyan barátságok születnek, amelyek igazi kis közösséggé kovácsolják az itt tanuló egyetemistákat. A 10 éves születésnapját ünneplő Csüllő Néptánc Együttes jubileumi előadására gyűltek össze kicsik és nagyok az Ungvári Bábszínházban. A Néptánc Együttes megalakításának ötlete 2009-ben merült fel, azzal a céllal, hogy az autentikus magyar néptáncok, népdalok segítségével erősödjön a tanulók magyarság tudata, a magyar kultúrához való kötődése. Az anyaintézmény, a Dajka Gábor középiskola oktatói a kezdetektől megragadtak minden lehetőséget, hogy a táncosoknak minél több fellépési lehetőséget biztosítsanak, ezzel is öregbítve hírüket. Kezdetek elég nehezen mentek, csoportok szervezése, toborozása. Hát azt tapasztaltuk, hogy a kisgyerekek fogékonyabbak erre, tehát az első, második osztályosok, harmadik, nagyokat már nehezen tudtuk bevonni, gyakorlatilag nem tudtuk bevonni az elején sem, de vannak olyan gyerekeink, akik 10 éve táncolnak, 9-10 éve, 8 éve, és nagyon szeretik a táncot, a csapatot. Közösséget szerettünk volna építeni, és úgy gondolom, hogy ez sikerült. Annak ellenére, hogy voltak olyan gyerekek, akik kiváltak a csapatból, vagy külföldre költöztek, vagy a sport győzött esetleg. Érezzük, hogy igazi közösség lett belőlük, és reméljük, hogy tudjuk folytatni. Rendszeresen gyakorolnak. Úgy láttam, hogy talán fegyelmezettebbek is kicsit, mint társaik. Megszokták, hogy figyelni kell, fegyelmezetnek kell lenni, ugye a fellépések előtt, alatt. Persze nem egyszerű dolog ez nekik sem, de már ennyi év alatt, akik már régóta csinálják, hogy már úgy látom, hogy rutinosan mozognak a színpadon, már nem is izgulnak talán egyesek. A néptánc csoportot oktató táncpedagógusok fontosnak tartották, hogy a gyerekek élő zenére táncolhassanak. Ezért először a Tisza Péter falvai kokasbanda, később pedig a Csipkés Együttes szolgáltatta a zenét a táncosoknak próbáik és fellépéseik során. Az együttes 5 éve azzal a céllal alakult, hogy fenntartsák és továbbadják a lassan feledésbe merülő magyar népzenei kultúrát a fiatalabb nemzedéknek. Ez motivált engem elsősorban, hogy legyen már csak nekünk is itt az Ungvár melléken, legyen már egy együttesünk, legyen egy megmutatható, normálisan meghallgatható együttes, amelyik népzenét, autentikus népzenét játszik, és amelyik tovább tudja és át tudja adni az öregek, a szüleink által öröklött úgymond géneket, szokásokat, kultúrát, kisebb generációnak, már éreztük, hogy van egy űr ebben, és szükségünk van erre a ténykedésre. Az est folyamán többször is színre léptek az ünnepeltek. Sárközi, Tyukodi, Mezőföldi, Nagydobronyi, Örkői, Bodrogközi, Felcsiki táncokat mutattak be. Én egy ifjúsági együttest vettem át 2 évvel ezelőtt, mikor idejöttem, és azt a munkát szerettem volna tovább folytatni, amit az elődeim Jakab István, illetve későbbiekben Simoncsics Pál már műveltek. És én úgy gondolom, hogy ez jó sikerült, frissítettünk a csapaton, ugye az utánpótlásból felhoztunk gyerekeket, ugyanis egy amatőr együttesnek mindig ez a sorsa, hogy hát a bizonyos tanulók ugye elmennek, hogyha máshova mennek iskolába tanulni, akkor kiesnek az együttesből, mert már nem tudnak próbákra járni, és mindig szükség van a vérfrissítésre. Így történt ez ugye az elmúlt 2 évben is, és itt az utolsó produkciónál láthatták, hogy
Most már 10 párral dolgozunk. Akit végignézte ezt a műsort, ez pontosan ezt láthatta, hogy szívükből, lelkükből csinálják a gyerekek a dalokat, amiket énekelnek, a táncokat, amiket előadnak, és a viseleteket, amiket magukra öltenek, azt nagyon büszkén és méltósággal tudják viselni magyarként. Pedagógusok nem bíznak semmit sem a véletlenre, ezért a közelmúltban megalakították a Cseprenten néptánc együttest, amelynek felnövekvő tagjai idővel a Csüllő tánccsoportot fogják erősíteni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek egy ilyen közösségbe tartoznak, hiszen látom, hogy a felső csoport már mennyire összeszokott, és szeretnek együtt lenni, együtt táncolni. A fiúknak azért örülök, és azért is irattam be őket, úgymond ebbe a csoportba, hogy megismerjék a hagyományokat, népi játékokat, nagyon sok új éneket, dalocskát hoztak haza az iskolából, amit otthon is előszeretettel énekelnek. Hát ugye a tánc az picit később kezdődik, de a nagyobbik fiam már volt előadásokra, szerepelt többször is. A kicsi az inkább még csak az iskolában, nagyon örülök ezeknek az első lépéseknek, igazán büszke vagyok rájuk. És tényleg az a fontos, hogy ugye ebbe a magyar közösségbe magyarul tanulnak, a magyar kultúrát viszik tovább, és megismerik. A próbáknak és gyakorlásnak köszönhetően a néptánc együttes tagjai egyre magabiztosabban mozognak a színpadon. A táncosok állandó szereplői az iskolai rendezvényeknek, fesztiváloknak, győztesei több kárpátaljai kulturális megmérettetésnek. Sikeres bemutatkozásuknak köszönhetően számos meghívást kapnak mind szűke pátriánkból, mind a Kárpát-medence más régióiból. Mintegy 150 cserkész érkezett nóta szóval a Tisza Péter falvi stadionba, hogy együtt ünnepelhessenek a szervezet legnagyobb rendezvényén, a Cserkész napon. A program már a délelőtti órákban kezdetét vette a focipálya területén. A cserkész induló eléneklése után 15 állomásból álló sportos feladatsor várt a versenyzőkre. A cserkész olimpiai programok közül 10-et kellett teljesíteniük a játékosoknak ahhoz, hogy kiállják a próbákat. A legnagyobb sikert az interaktív csapatjáték, a lézerharc aratta. Ugyanúgy, mint a cserkészetben vannak őrsök és őrsi szellem, ugyanúgy itt is vannak kis csapatok, amelyek egymás ellen harcolnak, ilyen játék fegyverekkel, amelyek lézersugarat lőnek, és egymás fejpántjait kell eltalálni, azok érzékelik, hogy eltalálta az ellenfél, vagy nem találta el az ellenfél, és ugye az a lényege magának a játéknak, hogy a két csapatból melyik a jobb. Természetesen emellett nagyon jó a játékélmény, hiszen amellett, hogy egymást kell lelőni, nagyon fontos a taktikai játék, hogy honnan közelítik meg, direkt olyan fedezékeket készítettünk, hogy könnyen tudjanak mozogni közte a gyerekek. Emellett számos egyéb sportot és ügyességi játékot is kipróbálhattak a fiatalok. Többek között a pingpong, a gólyaláb és az íjazás szerepelt az állomások között. Mai nap során az volt a feladat, hogy eltalálják nyillal az ott látható tárgyakat, tehát 1-től 5 pontig terjedő pontozással, kinek több, kinek kevesebb sikerre sikerült is. Voltak ügyesebbek, kevésbé ügyesebbek, de mindenki helytállt. Tehát nagyon igyekeztek, én azt mondanám. Ez a fontos. A nap folyamán a cserkészek ügyeskedhettek az agyagozásnál, valamint a röplabda, foci és méta bajnokságokon is. A légpuskával való célba lövés sokak kedvence lett a nap folyamán. Annyit kell ezekről a fegyverekről tudni, hogy ezek légfegyverek. Tehát a sűrített levegő nyomja ki a lövedéket, a golyót. Viszonylag veszélyes, akkor ha közelről eltaláljuk a társunkat, tehát ezzel is nagyon óvatosan kell bánni. Fegyvercsővét soha ember felé nem szabad irányít, és ezt próbálom elmagyarázni a cserkészeinknek is. Mi szükséges ehhez, hogy az ember jól tudjon lőni? Hát nyugodt lelki világ, szóval nem szabad, hogy reszkessen a kéz,
nyugodtan kell megcélozni a célt, és elsütni nyugodtan a fegyvert, ennyi az egész. A jó csomó tulajdonságait és megkötési technikáját minden cserkészjelölt megtanulja az őrsi foglalkozásokon. Ezt a tudást most gyakorlatban is kipróbálhatták egy csomó kötőversenyen. Nagyon sok izgalmat lehet találni a hátam mögött. Gyerekek éppen csomó versenyen vesznek részt, és korosztálytól függően különböző kihívások vannak. Az újoncoknak három csomót kell megkötni, ebből egyet időre vagy ketten párbajozva, az idősebbeknek pedig összetett táborban nagyon hasznos csomókat is meg kell kötniük, hogy bizonyítsák rá termességüket, és megkapják a már várt pecsétet. Kárpátalján évek óta nagy hagyománya van a cserkésznapnak. Ez jó alkalom arra, hogy a fiatalok ismerkedjenek, tapasztalatot cseréljenek, valamint megosszák egymással cserkész tudásukat. Nagy hagyománya van a cserkészek körében a cserkésznapnak, ezt általában április 24-éhez kötődően vagy ahhoz közel szokták megszervezni egész Kárpát-medencében. Itt a cserkészet védőszentjéhez, Szent Györgyhöz kapcsolódik ez az ünnepnap, és ekkor találkozunk, az összes kárpátai cserkész együtt van, ez egy közösségi alkalom, megünnepeljük a cserkészetünket, összetartozásunkat, azt, hogy megmaradtunk minden körülmények között Kárpátalján a mai napig, és végre a csapatok találkozhatnak egymással, és ismerkedhetnek. Több alakuló csapatunk is van, akiknél idén szeptemberben kezdődött meg a cserkész munka. Tehát egyébként 6 bejelentett cserkész csapatunk van Kárpáten, ők mind itt vannak szép számmal a cserkésznapon, és emellett pedig Batáról, Tiszaújlakról és Kasszonyból is érkeztek cserkészek, ahol idén indult el a cserkész munka, és ők most találkoznak először csapatokkal, cserkész rendezvényen, és hogy ez egy nagy élmény lehet számukra. A cserkész programok nyáron a csapattáborokban folytatódnak majd, ahol a cserkészek a megszerzett tudást gyakorlatban is kipróbálhatják. Emellett a szövetség vezetői hegyi és vízi túrákat is szerveznek a kárpátaljai csapatok részére. Városnapokon lépett fel a Prokultúra Subcarpatica meghívására a Margaret Island, amely elsősorban akusztikus alapokra épülő, folkos elemeket is beépítő popzenét játszó együttes. Első klipjük 2014-ben jelent meg, azóta számos más elismerés mellett 2016-ban fonogramdíjat nyertek az év felfedezettje kategóriában, és 2018-ban az év junior könnyűzenei alkotója Artis Jazz díjat is megkapták. 2017-ben az Egyszer volt, 2019-ben pedig a Három című albumuk lett aranylemez. Most először jártak és játszottak Kárpátalján. Hát nagyon vártuk már, külön próbáltunk is rá, meg izgatottak voltunk egész úton idefele, csak erről tudtunk beszélni, hogy mi lesz, meg hogy lesz, meg a határa, hogy lesz, meg hogy jutunk át. Nagyon sokunknak nem volt útlevele sem, úgyhogy direkt ebből az alkalomból megcsináltatok, úgyhogy tényleg így már régóta vártuk, és szerintem jól sikerült, hogy pont egy rádiós interjúban kérdezték meg talán, hogy így nem félünk attól, hogy nem ismernek annyian itt minket, hogy nem ismerik annyian a zenénket, és így szerintem, hogy aki szereti az élő zenét, vagy aki szereti a zenészeket a színpadon hallgatni, akkor az talán most is jól esett nekik ez a koncert, vagy hogy tudtunk nekik is adni valamit, úgyhogy remélem, hogy a közönségnek tetszett, mi nagyon jól éreztük magunkat. Hogy gondoljátok, vissza fogtok-e térni még Kárpátaljára? Hát nagyon reméljük, hogy visszatérhetünk, mindig szeretünk új helyeket felfedezni, és szépen lassan építkezni ezeken a helyeken is, és például Erdélybe évek óta visszajárunk, vagy a Felvidékre évek óta visszajárunk, és reméljük, hogy ez a lista az Kárpátalját is hozzáadhatjuk, és mi nagyon szívesen jövünk bármikor, amikor hívtok. Mit üzennétek a kárpátaljai fiataloknak? Hát, hogy becsüljék meg, hogy azért nagyon szép helyen laktok, szerintem. Van friss levegő, nem úgy, mint Budapesten. És azért szerintem itt mosolyogosak az emberek, meg őszinték, még egymáshoz és felületesmentesek. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezt tartsák meg, és tartsunk össze, és még találkozunk minél többször. Thank you.
A Prokultúra Subkarpatika civil szervezet megrendezte immár hagyományos zászlóbontási ünnepségét a Beregszászi Városnapokon. 3 éve, mint ahogy mondtam már, lehetőségünk nyílt rá, hogy egy anyaországi együttest hívjunk meg. Az első éven a Csíkzenekart láthattuk vendégül, tavaly Rúzs Magdék csaptak fergeteges koncertet, most pedig a Margaret Islandet hívtuk meg. Mindig igyekszünk a fiatalokhoz is szólni, elsősorban a Margaret Island pedig egy igazán fiatal band, akik ugye 5 éve alakultak meg, és mégis hatalmas utat jártak be. Igyekszünk mindig olyan együtteseket hívni, akik még nem jártak korábban nálunk, úgyhogy elsőként léphetnek fel a mi meghívásunkra. A mai este is bizonyíték arra, hogy fergeteges koncertet tudnak csapni, minden bizonyán nem most találkozunk velük utoljára. A jól sikerült 1,5 órás koncert végén hatalmas tűzijátékkal ünnepeltek a beregszásziak. Hagyományőrző népi együttesek, kézműves foglalkozások, arcfestés és még meg annyi érdekes program várta a családokat a KMKS gyereknapi rendezvényén. Idén Szernye adott otthont az élményekkel teli napnak, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a számukra érdekes elfoglaltságot. Előbb kivágjuk, és utána pedig és utána jajzolunk jel. A kézműves foglalkozások nagy sikert arattak a kisebbek körében. Kipróbálhattak többféle díszítő technikát, az agyagfestést, de elsajátíthatták a szövés alapjait is. Mi készül itt ebbe a kézműves sátorban? Itt a gyerekek a szövés alapjait tanulják meg, hogy hogyan is működött régen fokrózott, hogyan készítettek. Látható itt egy szövőkeret is, amin dolgozunk, aztán a gyerekek pedig ilyen kis tányérkákon tanulják meg az alapjait tulajdonképpen a szövésnek, hogy hogyan is készítették régen a szőt fokrózókat, a szőt dolgokat. És hogyan is készül? Mit kell erről tudni? Meséljünk! Hát ezt régen úgy készítették, hogy az olyan anyagokat, amiket már nem használtak, pólókat, nadrágokat, akármilyen ruhadarabot felhasgatták, apró kis hasogatott rongyot készítettek belőle, és ezt dolgozták fel tulajdonképpen, amit már semmire nem használtak, újra hasznosították régen az emberek, és új dolgokat készítettek belőle. A hordókészítés nagy múltra tekint vissza vidékünkön. Salánkon is számos bodnár műhely őrzi a hordógyártás helyi hagyományait. A gyereknapon a fiatalok is megismerkedhettek ezzel a népi mesterséggel. Az igazi jó hordó már az erdőn elkezdődik, azaz kimegyünk az erdőre, kinézzük a legjobb alapanyagot. Hasztat eldaraboljuk méretre, felhasogassuk, itt hol még dongákra elhasogassuk, kidolgozzuk, azaz szóval megadjuk a külső domború részét, a belsőt, híveket, és akkor úgy hagyjuk száradni 2 évig. És ezután kerül stészolás alá, húzás alá, megcsináljuk a 2 feneket, bele befenekeljük, és most ez a nem olyan jó munka, a megtisztítás. Kicsit nehéz, de így készül a hordó. Nagyon sok dolgot ki lehet próbálni, mondjuk most itt van ez a nagy csúszda, és szerintem ez nagyon jó itt lenni, és a trambulinon is nem is csak 5 percet lehet menni, és nagyon sok időre lehet ott lenni, nagyon kevés pénzért, és még színpad is van, ahol a gyerekek adnak elő műsorokat. A KMKS helyi alapszervezete igyekezett olyan programokat szervezni erre a napra, ahol a családok együtt ünnepelhették legnagyobb kincsüket, a gyerekeket. A gyerekeket szívből jövő programokkal. Annyira készítettem az óvodát, az iskolát, hogy készüljetek, mert hát a magyarságunkat őrizzük meg. 22 éve sajnos ezen a napon veszítettem el a férjemet, aki alapította Szernyén a KMKS-t. Én átvettem tőle, és igyekszek mindent megcsinálni, hogy a magyarságunkat tudjam
tápolni, mert ilyen csúnya szóval kifejezve magam. Örülök, hogy ide tudtunk jutni, hogy ennyi idős koromban még képviselhetem a falumat, amit csak tudom, addig fogom csinálni. A szervezők remélik, az ilyen rendezvények még közelebb hozzák egymáshoz a kárpátaljai fiatalokat, hiszen ők azok, akik megőrzik és tovább viszik magyar hagyományainkat és kultúránkat.